A folyosókon készfertőtlenítő, a diákokon és a tanárokon pedig maszk. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban most különösen figyelnek a higiéniás szabályok betartására. Az iskola 3 diákjának ugyanis pozitív lett a koronavírus tesztje. Ezért a gyerekek osztálytársait karanténra kötelezték. Az oktatásukat viszont a tanárok így is meg tudják oldani. Természetesen törekszünk erre, különböző platformokon részesülnek ezek a diákok, illetve osztályok a képzésbe. Maszk az iskolapadban a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. A diákoknak csak a tanórákon nem kötelező használniuk a védőfelszerelést, a szünetekben viszont mindenkinek fel kell húznia azokat. Itt egy tanuló tesztje lett pozitív, ezért az osztálytársainak is digitális oktatást rendelt el az operatív törzs. Gyakorlatilag ennél az egy tanulónál jelentkezett az eset, ő már múlt kedd óta nincs ott az intézményben, tehát már egy hete. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon szerencsés döntése volt a tanulónak, hogy már az első tüneteknél otthon maradt, és ezzel nem fertőzte társait. Mínusz 6-szor 10 a mínusz 7-en. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban egyelőre fertőzött nincs, néhány diák viszont jelenleg kontaktszemélynek számít, ezért kötelező karanténjukat töltik. Ők a valamilyen sportegyesületben csapatjátékot játszanak, és valószínűleg így sikerült olyan környezetbe kerülnék, ahol volt egy-egy fertőzött. A Bátaszéki II. Géza gimnáziumban egyelőre nyoma sincs a vírusnak, épp a 7. és 9. osztályos tanulók szecskáztatása zajlik 2 óra között szigorúan az udvaron. Sümegi József igazgató szerint a létszám is befolyásolja a vírus terjedésének mértékét. Minél nagyobb egy populáció, annál nagyobb az esélye annak, hogy előfordul. Én azt gondolom, hogy ezt teljesen kivédeni nem lehet. Nyilván fölkészültünk rá arra is, hogyha nálunk is lenne ilyen eset. Közben az országban napról napra rekordot dönt az új beazonosított fertőzöttek száma. Csak hétfőn 726-an kapták el a koronavírust, az aktív betegek száma pedig 9103. Közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.